Halló, 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 van itt valaki? Szervusztok, srácok! Szevasztok, srácok, szeretettel üdvözlök mindenkit, kellemes szombat estét. Most jöttem információhoz, hogy otthon kis hazánkban munkanap van, úgyhogy kitartást és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Szervusz Nándor, szia Milán, szervusz Martin, szia Erik, szia Zoltán, szervusz Karesz, szia Otto, szevasz Andor. Kezdő, itt gyűlünk, gyűlünk srácok. Elméletileg van kép is, van hang is, van minden. Farmingozok és nincs rajtam kockásink. Aj, bassz meg Andor, hogy miért tud ki szétszedjem. Ez legyen. Vagy piros. Meg van még valahol tarka is, de azt most nem fogjuk főhúzni. Ide vannak készítve kockás ingek, nyugalom van. Na! Nem tudom, hogy hangos-e. Nem tudom, hogy hogy fog menni. Semmit nem tudok, srácok, megnézzük. Jó, ma úgyse fogunk nagyon paraszkodni. Van egy pár dolog, amit tisztázni szeretnénk. Szia, Lajcsi! Piros! Na, jó, nyugalom. Tehát tisztázunk egy pár dolgot. Ugye, nagyon sokan farmingoznak, nagyok. Aki számított, én azt privátban megkerestem és jeleztem felé, hogy fan szinten fogok foglalkozni a játékkal, ő áldását adta. Az összes többi nem érdekel. Szerintem Erik van még csak itt, de majd beszélek a moderátorokkal, tehát mindegy. Jó? Neki megyünk. Szalmakalap, kapcsold le ezt a kurva zenét a beállításokba. Na, bemegyünk. Valahova, ha megtalálom a egeret. Ne legyen zene, azt mondjátok, ne legyen zene, nem lesz zene. Nem tudom, hol kell Lajcsi lekapcsolni a kurva zenét. Így. Teljesen? Pedig nekem tetszik ez a zene. Majd mindjárt visszanyomjuk. Na. Lényeg a lényeg, hogy, de ez így nagyon szar, nincs semmi. Valami csörögjön már alatt egy kicsit. Lényeg a lényeg. Tehát komolyan nem fogjuk venni. Normál módon szeretném játszani a játékot mod nélkül, és interaktívan szeretném csinálni a dolgot, ami annyit fog tenni. Szevasztok, srácok! Basszus, mennyien vagyunk. Na, tehát ami azt jelenti, ti fogjátok megszavazni, hogy mivel foglalkozzunk, milyen traktort vegyünk, meg minden faszságot, amit... Szevasztok, szevasztok, szia Misi! Jó? Azért jobban pörög a cset, mint azért vadászatom, pedig én ezt tényleg csak ilyen... Azért vettem játék, hogy szabad időmben egy kicsit játszok, mert hát ugye úgy jött az egész farming, hogyha már itt tartunk, hogy... Micsoda? Könnyű, közepes, nehéz, közepes. Tehát úgy jött a... Mit tudom én, ez a pálya jó lesz. Tehát úgy jött az ötlet, hogy a srácokkal fönt voltunk este Discordon, ugye mindenki a szabad idejében játszott. Klasszikoztunk, Path of Exile-oztunk, Division-oztunk, és volt, aki farmingozott a beszélgetés közben. És... Addig hallgattam, hogy így kell bálázni, úgy kell bálni, nem mondom, kurva Isten, és akkor jött az egyik barátom, hogy bemondta, hogy leesik a hó, és túrni lehet a havat, hát mondom, kész, vége, és már onnantól kezdve engem el is vesztett a világ. Úgyhogy újra megjött a kedvem a farminghoz. Nagyon régen, azt hiszem a 19-ről volt egy vagy két videó fönt a csatornán, viszont én a 13-mal kezdtem el annak idején játszani, majd 15 és 17, a 15-tel és a 17-tel játszottam a legtöbbet. Úgyhogy annyira amatőr tán már nem vagyok, mit tudom én, 1-2000 órán van már a 15 és 17-ben, vagy volt, úgyhogy... Ja, na! Ezek ez a szaktanácsokat vállalok. Nagyon fontos, Lajcsit még látom a cseten, nagyon fontos. Ha nem jó megyek a traktorra, nem jó fordulok, nem jó húzom az ekét,
vagy éppen nem tetszik, hogy farmingozok, akkor jobb fölül van az ablak bezárása is, pá. Tehát nem a Lajcsinak szántam, de arra akartam kilukadni, hogy tippeket, ötleteket nagyon szívesen elfogadok. Károgókat meg természetesen nulla toleranciával fogom kezelni, és mivel rájöttem, hogy teljesen fölösleges megválogatni a szavaimat, bárkit el fogok küldeni a jó kurva anyjába, minden zokszó nélkül. Na. Ja, már be vagyunk töltve, csak én várom, hogy bejöjjön a játék, azt még izé. Tehát a Ropi fő van már öltöztetve. Levettem a grafikát tök nullára, mert fogalmam sincs, hogy hogy fog futni, ezt majd szépen idővel állítgatjuk. Megpróbálom újra behozni a chatet. Jó, Túrja, de havat remélem ismered a videót. Csak egy picit másabb. Jó, srácok, én ezt így jóvá hagyom. Itten vagyunk. Tehát kezdjük úgy, hogy kérjük egy szavazást. Ez lesz a legfontosabb, hogy mivel foglalkozunk fő állásban. Azt majd ti eldöntitek, hogy legyen növény tenyésztés, állatpatika, vagy mezőgazdasági gép és készülék szerelő. Mehet. Mehet, mehet, lehet nyomni a szavazást. Tapasztalt játékosok segítségét fogom most kérni. Beszeretnénk állítgatni a dolgot. Na, ezt majd mindjárt átnézzük. Hol vagytok beállítások? Hú, bazd meg itt az ú, vannak küldetések is, te. Júj, more. Te figyelj már, ott elvaradt egy két darab nulla a végirő, nem? Jó, egyelőre abban még nem akarok belemenni. Na, most kérem a tapasztalt játékosoknak majd a segítségét. Igen. A alapon nem lesz jó, egy közepes kell majd neked. Kisebb gépigény, hát a Hunter. Tényleg kisebb a gépigény, akkor azt majd főhúzgáljuk. Szia Tuzson, szia, üdvözöllek fő tevékenységben. Növény alatt kendert vagy marist érted. Nekem jó az is, hogyha lehet avval pénzt keresni. Tehát én a farming szimulátort, azt mindig mint egy menedzser játékot néztem, nem mint egy szimulátort. Na, ezt most megállítjuk. Mondom, megállítjuk. A gazdaság az közepes maradhat, közlekedés legyen, évszakos növekedés legyen, napok száma havonta, srácok, tapasztalt játékosok. Mit javasoltok, hány napból álljon egy hónap? Azt se szeretném, hogy állandóan augusztus legyen, de azt se szeretném, hogy már augusztus van, holnap október, utána november, tehát mi az arany középút? Évszakok nekem így vannak, egy nap, egy hónap, de lehet több szerintem. Kezdőknek 5, szerintem, mert el tud rohadni a növény. Jó, akkor 3. Akkor kiközepeljük, valaki azt mondta, hogy 1, valaki azt mondta, hogy 5, akkor kiközepeljük 3-ra, és Doc is azt írja, hogy 3. Jó, interaktív legyen, tehát a 3-at elfogadjuk, ugye? Nem baj az, ha elrohad a növény egyébként, mert le kell szedni az időt, mikor úgy látjuk, hogy ezé van. Tehát fix vizuális hónap nem lesz. Hó, még több. Több. Nincs olyan, hogy több. Jó. Termény megsemmisítése, ezt gondolom a taposás. Letaposság a terményt? Igen, kell. Kötelező időszakos szántást kell. Természetes kő kell. Méz kell. Gyom kell. Tehát minden kell. A pénzé meg kell dolgozni.
Koszolódás. Hát, átlagosan. Automatikus motorindítás, az kell, nem vagyok szimulátor. Fékezés az araszoló fun... Micsoda? Tarts benyomva a féket, ha automatikusan hátra akarsz menni, miután megállta. Hát, biztos. Pótkocsi töltés korlátja. Pótkocsi kizárólag a maximális megengedett súly elérését tölthető meg. Na, ezt mondja meg valaki. Ezt mondja meg nekem valaki. Üzemanyag felhasználás. Nem. Tehát pótkocsi töltési korlátja. A pótkocsi kizárólag a maximális megengedett súly eléréséig tölthető meg. Ja, értem, ha mondjuk van egy 10 tonnás pótom, és 11 tonna van a kombányban mondjuk, akkor rá tudom engedni mind a 11-et, csak az az 1 tonna az elmegy a lecsóba, jól értelmezem? Halló, valaki? Jó, akkor azt majd megmondjátok. Pótkocsi jó üzemanyag felhasználás. Alapérte üzemanyag utántöltés segítő. Mag utántöltés segítő. Micsoda? A segítő automatikusan újra töltse? Nem. Vásárlás. Jó, tehát ez itt a kérdőjel. A pótkocsi töltési korlátja az. Túl tudott tölteni. Maradjon nemen. Oké. Na. Akkor szerintem ez ennyi. Sugó. Nem kell. Van nekem elég sugó macseten. Szintévesztő mód. Hát itt tök szép szürke minden. Nem kell szintévesztő mód szerintem. Interaktív zóna jelző. Nem kell. Információt. Ezek nem tudom mik. Pénz nem ajró. Kilométer Celsius hektár az oké. Rádió nem kell, mert streamelünk. Rádió hatókere csak jármű. Jármű kamera visszaállítás. Nem beltérik a... Jó, bemeneti vezérlés, kameraérzékenység, ezek ilyen hülyeségek. Azt hiszem, hogy átszaladtunk a dolgon. Jó, tehát minden is legyen. Minden is legyen. Na, akkor kezdjük el átnézni itt a dolgot. Ugye most nekünk van a földünk, vagy bármink. Azt hiszem, ebben az üzemmódban nekünk kell megvennünk mindent. Jól gondolom? Másfél milliónk van. Gyerekek. A kő az nem kell. Nem kell a kő? Akkor a követ kiszedjük. Ha azt mondjátok, hogy nem kell a kő, akkor a követ kiszedjük. Hol van a kő? Itt volt a kő. Ő kő ki. Jó. Így oké? Okay? Jó. Na, rá kell nézzünk a szavazásra. Huhú, huhú, na akkor várjunk még egy picit vele, mert elég szoros. Elég szoros. Elég szoros. Várjunk vele még egy kicsit, tehát nekünk kell megvenni mindent. Jó, ehhez viszont tudnunk kell, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, úgyhogy egy pár perc múlva kiderítjük, hogy hova szeretnénk költözni. Mindenféleképpen szeretnék kisfölddel kezdeni. És mivel szezonálisan vagyunk, én majdnem azon gondolkozom, hogy nem is lenne baj, hogyha 2-3 apró földet találnánk egy helyen. Mondjuk ez a kezdő rész, ez nem is lenne rossz egyébként, ahol most vagyunk. Én úgy tudom, hogy ezt adja, ezeket a földeket adja kezdésnek a játék, ugye? Hogy kell itt a... Itt kell, ugye? Földek. Tehát ez egy föld. És ez mennyibe kerül? 156 ezer. Ez nem is sok. Na majd ezt mindjárt megszavazzuk. Itt. Aha, ez se lenne rossz. Itt is van három kis föld, és ott kapásból van mellette két. Hát, ja, ez se lenne rossz itt. Ez 244 ezer? Az annyira nem is tetszik akkor nekem. 66. 243. 35.
146, de itt egy kutyaóva sincs. Egyelőre ez a verzió tetszik, de majd mindjárt megnézzük, hogy van-e még valami. Oh, itt még van. 260, az meg 100 000-rel hosszabb, hagyjad már. Hát. 140 000 mondjuk, az nem vészes. Ó, hát van itt szaré húgy, egy gyerekek, 50 000 főd. Ó, na, azt mondja, hogy növénytermesztés lett megszavazva, várjunk-e még vele egy keveset, vagy ne? Mondjuk 8 perc telt-e, várjunk még 2 percet. És kérdezem addig a csetet, amit ugye be is kéne pótoljak, mert most megint lemaradtam. Az állatoknál nehéz kezdeni, minimum 5 mérkó az alapállatokhoz, az igen, 77-es föld, igen, 44-45-46. Jó, azt írjátok páran, akkor lehet, hogy azt fogjuk megnézni. Mondjuk ez nem is drága, és van mellette kis izé, mondjuk ezt a 2-20 kapásból összehúznám. Most tudunk még mellette terjeszkedni is, és még a főút mellett is van, úgyhogy lehet, hogy avval fogunk kezdeni. Jó, na, akkor bezárjuk a szavazást, és a növénytermesztéssel fogjuk kezdeni, srácok, a pályafutásunkat. Kérdezem a csetet, kedves nézők, megfelele nekünk ez a 45-44-40, de le. Tehát 44-45-46. Ezt elég sokan írjátok, úgyhogy lehet, hogy ebbe bele is kattintunk rögtön az elején. Úgyhogy ez megfelel mindenkinek, akkor azt megvesszük. És mivel növénytermesztéssel fogunk kezdeni, az tök jó. Szia, Toerpe, szia, üdvözöllek, ciao. Megfelel. Jó, ezt elég sokan írjátok, akkor azt megvásároljuk, ezt a földet. Ezt szeretnénk megvásárolni. Hogy kell ezt megvásárolni? Szó közben. Add ide. Igen. Na. Jéhé, földbirtokosok lettünk, gyerekek. Na. Akkor kell nekünk. Mi van a földön? Ezt egyszerűbb lesz, ha én ezt itt manuálisan megnézem. Wow, micsoda lag volt itt. Na jó, hát ezen a grafikán ezen húzni fogunk főfele. Én ezt már most mondom, gyerekek, már az úgy néz ki, mint a Minecraft. Azt mondja, van itt nekünk a repce betakarításra kész, 36%-os hozambónusz, és grube, menjen onnan, légy szíves, mert nem látom. Gyerekek, jól ülök én itt balallul, vagy menjek föl valahova? Jobb föntre, ha fölmennék, az jobb lenne, ugye? Így talán jobb lesz. Szia, mocsok, szia. Szervusz, Pityesz. Szerintem igen, és meg kell nézni, milyen növény, amelyek az ára felfelé megy. Jó, 45-70, vagyis hát 47-50. Azok jók, de medveg mellett az 52-es valamelyik. Na, hogy jobban fogsz haladni minden, de szerintem tapasztalatból mondom. Az a bal, nekünk a bal fönt, nem jobb fönt. Hát én is, nekem is bal fönt, csak jobbot mondtam. Bocsánatot kívánok. Na, tehát ezen van. Várjál, akkor megnézzük melyik. De gyerekek, traktort is kell venni még, meg mindent is kell venni még, úgyhogy az mennyibe kerül? 140 000, jó. Majd mindjárt veszünk gépeket, és akkor majd... Tehát azon van rep, tehát kombányt is kell szerezzünk.
Rögtön kettő föld betakarítás, aki hú, de Minecraft, te hallod? A gyémánt enchantot nem lehet valahol kiütni itt a kocka fákból. Jéj, te mora, ez mi? Gyapot. Hát azt beszántsuk a picsába. Hát én nem tudok gyapotot leszedni, bazd meg. Na. Szia György, vagy Sándor, szia-szia, üdvözöllek. Tudod, mit fűrészel a macska kutya fáját? Jó. Na, gyerekek. Jöhetnek a... Várjatok. És kombányt vegyünk, vagy béreljük. Szerintem venni kéne. Inkább megveszek mindent kicsibe, mint hogy béreljek valamit. Én úgy gondolom. Az jobb befektetés lesz. Tehát kell nekünk minden is. A minden ishez legalább kellene kezdésnek egy közepes trak, ez biztosan fog kelleni. Menj be, főn, jó, nem akarom, de vidd innen egy, nem, visz, úristen, menj be, kerül egy traktor, te. 170 kézi plusz váltó. Mennyi a fenntartási költsége ennek? Úgy nyomozatilag. Ha nem jó, az drága. Automata váltós traktor nincsen. Változó. Mi az, hogy változó, bazd meg? Ja, gyerekek, van-e a 22-ben cheat traktor, mint például a 17-ben vagy a 19-ben a GCB Fast Track, vagy ilyesmi, ami kezdésnek kurva jó? Hát a kapásbújt is van egyébként. Tehát nem akarok drágába gondolkozni, olyan kell, ami el tudja húzni a... Mennyibe kerül egy... Hí, te more. Ezek járművek. Hol vannak a izék? Mondjuk a AK-k. Tehát ehhez már kapásba kell 160 lóerő, és az csak 2,5 méter. Ez 3,5 méter, 220 lóerő. Kicsit soknak érsz. Hú, ide utálok szántani, bazzolj. 2,5 méter éve, mire fölszántok egy fődöt, bazzolj, lemegy a nap. Jaj, more. Tehát úgy kéne gondolkozni, hogy 220 lóerő. Kultivátorokat nézzük, meg mindjárt nézem srácok a csetet, közben talajlazító az a kultivátor, ugye? Hát ez nem úgy néz ki, mint a kultivátor, ezek inkább ilyen-olyan jellegű dolgok. Kétszázszúszló erővel ezt már lehet cincálni, de ez nem úgy néz ki, mint amit én keresek, a borona, talajlazító. Hálod, a talajlazítóból hányféle a kategória van, csak úgy megkérdezem. Hát ezek nem az, amit én keresek. Tárcsás borona. Hogy mik vannak? Aha, ilyen, jó, tehát ilyen 220 lóerő környékét kell majd nézni. Na, gyorsan vissza. Mi lett végül, mert kimentem Hortobágyi palacsintáért a konyhába, növénytermesztők is parosok lettünk, kérlek szépen, Andor. Érdemes nézni az akciót. Tényleg, az akciós gépek hol vannak? Ez az? Hát készült a traktorunk, gyerekek, ezt meg is vettük, ennyi, 87 ezeré, 375 lóerő, kihúzza a világot belüle. Ez, hát csak ez az a baj, ebben kitaposom a világot is. De az meg fél áron van, na mindegy.
De jó, én ezt már elfelejtettem a használt. Lehet használtakat is venni, az sem rossz. A lenken az túl nagy még. Szia Szabó, szia, szia! Ezekből nem kell nagy, mivel nem kell mindig szántani a földet, csak 4 vagy 5 vetés után. Kultivátorból és tárcsából vegyél nagyot. Jó, na, akkor menjünk neki még egyszer. Kultivátor, meg tárcsa. Melyik volt a tárcsa? Tárcsás borona, az volt a tárcsa. Én ezt nézegetem egyébként, ez már 185 lóerős gép elég is lenne. Hát nem tudom, gyerekek, én hülye vagyok. Ez a gép, ez az ilyen kettő az egybennek néz ki. Hogy ez leírása miért nincsen ennek? Hogy ez kultivál is, meg mindent is csinál, vagy... Na várjál, vegyük sorba a folyamatokat, tehát egyszer be kell szántanunk, az biztos. Ugyebár én a 17-ből meg a 19-ből tudok táplálkozni, 19-en nem sokat játszottam, 22-vel semmit. Tehát régen az volt a meta, szántottál, ugye műtrágyáztál, kultivátoroztál, utána vagy műtrágyáztál megint, vagy vetettél. Ugye, hogyha olyan vetőgéped volt, ami műtrágyázott is egyszerre, akkor van meg tudtad csinálni a kettőt, azt arattál. Most ez változott, tehát ebből világosítsatok fel, légy szíves. Hát 1,5 millió, de mindent is nekem kell arakni. Úgyhogy kapásból szerintem lehet, hogy egy silót is kéne vennünk. Mert szerintem az sincsen. Mennyibe kerül egy siló? Semmi nincs konkrétan. Csomagok. Na várján, várján. Aha. Mi ez? Csomag. Hát gabona. Ezt ajánlja így nekünk a játék. És ebben mi van benne? Ebben minden is benne van. És ezt itt csomagban meg lehet valahogy venni? Nem, nem. Nem, várjál, Ropi, te avval még. Hülyeséget csinálsz, meg ölnek az állatok. Hát mondjuk... Ekéből nem jó, de ha rálépsz, akkor betesz egy ablakot, és meg tudod nézni pontosan a gépeket. Na, akkor nézzük meg. Tárcsás borona. Tehát ezt akarok. Jó, tehát ezt meg tudom nézni, ezen van ilyen-olyan ide-oda keverő kis vaskerék. Tehát mi ez? Tárcsa. Meg van a végén ilyen lehajló, ami szépen elrendezi maga mögött a fődet. Tehát ez működik-e kultivátorként, vagy ez csak tárcsázik? Mezőgazdasági alapfogalmakkal, Ropi, lehet, hogy egy kicsit rendbe kellett volna tenni a fejedet. Tehát mindenféleképpen fog kelleni nekünk egy traktor. Egy olcsó traktor. Mennyi a fenntartási költsége? Azt sehol nem írja, basszus. Na most én veszek egy ilyen öreg szart. Az a baj, hogy az még nem lesz jó, mert kell vennem majd egy kis traktort is, amivel bejárkálok én szépen a közébe. Permetőni. Hű, gyerekek, ezt lehet, hogy nem élőbe kellett volna Ropi megcsinálni, de most már mindegy. Kitaláljad, hogy mit akarsz csinálni. Ez mi a tököm? Hallod, ez tanuló traktor, kész, hát nekem itt a szerszámom. Hát ez kell nekem, ez ilyen Dodge-em traktor. De egyik olyan kéne, ami a húzator, ez lesz. Van rá vékony kerék?
Ez vékony kerék, ez vékony kerék. Hát akkor kész. Elég csak az egyik. Az jó, azután már vethetek. Ha veszel tárcsát, akkor nem kell venni kultivátort, ez igaz fordítva is. Na, ez a beszéd, gyerekek. Ez a beszéd. Tehát akkor logikusan gondolkodjunk. Ugye kell egy eke. Kell egy eke, amiben azt mondtátok, hogy nem kell nagy. Mert 2,5 méteres, mondjuk. Kettő között nincs akkora különbség. 300 lóerő, az meg sok. Jó, tehát ilyen 200 lóerő körül, környéki traktorka kellene nekünk egy darab egy. Na most van masszi. Mit tudnátok nekem ajánlani? Úgy ez régi valcos, jó néz ez ki. Ebben nem fordul még meg az ülés, gondolom. Ez tetszik. Ez tetszik ez a toki. Ez milyen? McCormick. Ez jól néz ki. Na, ajánljatok akkor nekem valami traktort, légy szíves. Pénz nem számít, majd csinálunk számlát, kukoricáról. Addig közben elkezdjük megvenni a szerszámokat. Valtra. Na, akkor kezdjük el. Ugye a boronánál néztük, nem, tárcsás boronánál néztük, ezt néztük. Az 5 méteres, tudja a dolgát, 35 000-é, hát ad ide. Ez a kombinációk, nem kell nekem kombináció, more. Add ide. Változtatás, bérlet, nem, venni akarok egyet, ad ide. Igen. Oké. Kell nekünk egy vetőgép. Mindenféleképpen kell nekünk egy vetőgép. A vetőgéphez nem kell akkora teljesítmény. Egy nagy vetőgépre sincsen szükségünk, meg aránylag kicsik a földjeink. Úgyhogy erre felé gondolkozzunk. Van Amazon Prime, ez 3 méter, ez is 3 méter. Ez 4 méter. Hát olyan nagy különbség egyébként nincs köztük. Annyi, hogy ebbe az Amazonba talán több mag megy. Gyerekek, ez miért ennyivel drágám? Meg mi az a plusz kentaja? Júj, te Ropi, te hülye vagy te. Ja, várjál! Ne várjál, azt hittem, hogy ez egyből műtrágyáz is, de nem. Nem látom. Kéne nekünk egy vetőgép. Bazd meg, de szépen meg vannak már becsinálva a szerszámok. GCB, Valtra. Szia Tilla, szia! Valta vagy fent, Valtra. Valtrát azt azért sokan írjátok. Valtra. Itt az öreg disznaj. Egyébként... Hát 190 ló, 40 nem megy. Jó mondom. Jó mondom, én meg tudok barátkozni avval is. Mikor GCB az megy, mint az állat, meg erősebb is, 216 000. Hát csak fele annyiba kerül a Valtra. Úgyhogy valószínűleg Valtrával fogunk akkor kezdeni. Sziotto, szia, semmiről. Semmiről nem maradtál le. Semmiről nem maradtál le. Akkor veszünk egy ilyen Valtrát.
Úrdigaj, te! Széjjel tépjük vele mindent is. Nem lesz a tábor. Mit cserélsz rajta? Continental, mit az? BKT, Vredestein, Nokian. Hát, gyerekek, itt nekem egyik se fizetett, hogy benne legyen az adásba, úgyhogy mitás gumi lesz rajta. Nem kell széles gumi. Alapgumi jó nekem. Tehát nem fizetünk ezért. Te. Tudod, hogy minket ganyébó. Így. Jó lesz ez rajta. Homlokra. Jó, hogy erre a homlokrakodót is lehet. Alapszín, nem. Igen. Felni szín. Igen. Így. Szép férfias legyen. Taktor. Rendszámtábla nem kőre. Jó, azt meg szeretnénk vásárolni. Jó, akkor Valtránk lett. Kell nekünk akkor, ugye mink van? Semmi nincsen, basszus. Semmi nincsen. Tehát kell egy vetőgép. Sehova tovább, kell egy vetőgép. Ó, gyerekek, hát mi? Jó, az úgy. Nyugalom. Jó, az úgy. Nem szabad mindig mindent elkapkodni. Olyat vegyek, ami trágyá. Honnan tudjam, melyik trágyá ez is? Ja, várjál. Várjatok. Itt ez trágyá ez is. Csak ez picike, hogy nem igaz. Picike, hogy nem igaz. Hát ezeket a nagy disznajokat nem tudom én ebben a kis taktorra elhúzni. Ilyet veszünk, az jó. Ilyet veszünk, az jó. Adj egy ilyet, he. Igen. 42 ezer, igen. Kicsibe kezdünk, gyerekek, jó lesz ez. Ezt úgyis adáson kívül fogok vetni, meg minden szart csinálni. Hát arra senki nem kíváncsi, hogy 3 órán keresztül. Jó, tehát van. De gondolkozzunk. Van ekénk, van tárcsásboronánk, van vetőgépünk. Kell permetező, meszező. Azt szerintem tudja egybe az izé, nem? Nem tudja egybe? Akkor külön kell, basszus. Várjál, műtrágya szóró. Műtrágya szóró. Van-e már olyan... Igen, kell kombájn is, igen, mindjárt srácok, csak először magát a növénytermesztés részét, mert egyelőre még nem a betakarítás, hanem az ültetési fázist szeretném rendbe tenni. Tehát van-e már olyan gépünk, ami műtrágyázik és meszezik is? Ez a méznek a jele? Azt nem mondjátok, hogy ezt tudja mind a kettőt. Mert ugye nem írja, 12 méter terít, de várjál, 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 várjál. Ismerős nekem ez a... Most ez mit csinál? Ja, hogy növeli a izéte. Hát 1350-é rakjad rá fel a ponyvát. Viszont erre keskeny gumit fogok tenni. A biztonság terítőkorong. Azt tegyed rá fele. Mondjuk itt 18 méter. Itt 12. A műtrágya szoróból az elsőt kell venni, de nem tud meszezni. Igen, az a méz, csak ki kell üríteni. Szia Norton! Jó, akkor ezt fogom megvenni csak azért, hogy meszezzen is, meg műtrágyázzon is. Tehát abban nincs baj, hogyha ki kell pakolni.
Srácok, szerintetek megéri megvenni rá a plusz 6 méteré ezt a lófittyöt? Így az elején. Megéri. Nem éri meg. Na most melyik? Már igen vagy nem? Megéri, Karesz is azt mondja, hogy megéri, Zoli is azt mondja, hogy megéri. Csak összeneveztetek, légy szíves a cseten. Meg. Jó, többen van, aki azt írja, hogy meg, akkor elvesszük. Arili. Ezt is. Valamit kihagytunk még, gyerekek. Tehát tudunk messzezni, tudunk műtrángyázni, tudunk szántani, tudunk tárcsázni, tudunk vetni. Gaz. 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 Gazoló. Hol a gazoló? Gazoló technika. Fűves területek gondozó, kaszálógép, permetező, tárcsasporon, nehézből, talajlazító, vető, ültető, henger, talajlazító, ekke, mi ez? Mulcskészítő, az nem tudom mi. Gyapott cukorrépa, arató kukorica, tötter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 öt
Erdészet, jószág, bazen nincs gazó, vagy... What? Gyerekek! Gyomláló. 6 métert húz, 9 métert húz. Hát én ebből megveszem ezt a 9-es szerintem. Várjál már! Ez mi? De ennek mi van izé? Tartája, meg a szélessége, meg mit tudom én? Ja, hogy ebben lehet füvet ültetni? Vagy mi az Isten? Jó van, nekem nem kell, nekem... Hát, várján, várján. Én azért 3 méterre nem fogok elkölteni annyit, úgyhogy ebből jó lesz nekünk szépen a picike. É, tökéletes, tökéletes, tökéletes. Ez kiszedi szépen a gazat nekünk onnan. Jó, kell nekünk egy kis traktor vékony kerékkel, megmondom mi, ha megyünk rá gazazni, meg megyünk rá permetezni, akkor ne tapossuk szarra a növényt. Szí? Gazoló nem kell, mindegy, most már vettünk, legyen mutatóba. Tehát gyomírtó, permetező, el lehet adni, nem sok érde, na, gyomírtó. Füvet, repcét, sima talajmaró is elég bőven. Na, várjatok, akkor vissza az egész. Tehát gyomírtó, permetező. Tehát akkor csak kell vegyünk permetezőt. Aha, oké, látom. Srácok, mit mondtok? Most vegyem meg a permetezőt is, vagy most már maradjunk meg a gazolónál? Tehát tök mindegy, mivel megyek rá. Egyszer rá kell mennem. Jó, mondjuk ez 20, hát 24 métert fog, azért nem mindegy. Mi legyen? Vegyünk permetezőt, vagy most már maradjon meg a gazoló? Időben olvasta a csetet. Igen, 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 időben olvastam a csetet. Elkapkodtam. Gondolkozzatok, addig légy szíves, vékony kerekű traktor ajánlásban, jó? Köszönöm. Utána gondolkozzatok kombájn ajánlásban. Gazoló elad, permetező, mert az kell minden. Tehát kell a permetező mindenképpen, jó. Oké, és a gazolót eladjuk. Nem tudom, hogy kell, majd eladjuk. Hogy kell adni? Meg se vettem, baszki. Eladás. Hát jó van, most bukunk rajta egy keveset, de Istenem. Jó, tehát megvettük azt is. Na, vissza.
Oké. Srácok, kellene nekünk vékony, vagy kis traktor, vékony kerék, hogyha bemegyünk permetezni, vagy bemegyünk műtrágyázni, tök mindegy, rá kell mennünk a terményre, oda kell egy vékony kerekű kis traktor nekünk. Jó, tehát ne, nem, nem kell, hogy világot váltson a traktor. Én se bánom, ha abból megveszek a Valtrát. Hány lóerős? 100, tök mindegy. Oda nézzél, milyen. Ó, bazd meg, de jó néz ki. Hallod? Ezt így, ahogy van. Nem is bántjuk. Rá vékony kerék megvan. Kell a tőszebb, gyerekek. Na, mehet a Zetor orsúlya. Tehát a vékony kerekű Zetor orsúlya. Jó. Srácok, ha van még tipp, akkor írjátok, légy szíves. Na, hogy hülyeség legyen. Meg melyik Zetor, basszus? Hát van belőle Major, van Proxima. Ja, itt van. 117 ló, ez 75 ló. Erről szól az a mai rész, gyerekek. Úgyhogy nyugalom, max még leszedjük a izét, a cuccot, meg ilyesmi. Tehát vékony kerekű trakesz szeretnék. Erre szerintem nem tudok orsúlyt rakni. Úgyhogy szerintem ez az etóra szóban forgó. Az a baj, hogy erre meg nincsen vékony kerék. De, van. Continentállal van. Szia, Dani, szia, szia! Menjél már aratni, mert komplex lesz a repcének. Nem érdekel a repce most minket, az kicsi lesz. Na, akkor nézzünk másikat, hogyha ez kicsi. Homlokrakodót lehet rárakni. Háló erős, 88, 96, várjál, mert itt azért 117 lóraig föl tudunk menni. Csak az úgy 71 ezer. Na várjál, 71 ezerből tudunk már venni erősebbet, nem? Gyerek. Tessék, de az is csak 105 lóas. Így ez a Valtra, gyerekek, ez szerelem nekem. Ez mehet ez a Valtra? Ismeri valaki ezt a gépet? Ez nekem nagyon tetszik. Ez így, ahogy van, tetszik. Ez így, ahogy van, tetszik. Rakunk rá ilyet. Az kész van, gyerekek. Oda nézzetek, de gyönyörű gép. Ez mehet az a Valtra. Addig légy szíves, kezdjétek el írni, hogy első kombájnnak mit vegyünk. Tetszik, permetező, nézd meg, mekkora a teljesítmény igénye. Hoppa, karesznál 200 IQ van, te várjál, igaza van. Permetező. Hát ennek nincs ilyenje, karesz. Ezt viheted izé talicskával is. Nincs neki igénye. Tehát azt elhúzhatjuk bármivel. Én nekem az a Valtra, ez oké. Ha nektek is oké, akkor elég is kezdésnek. Topliner kezdésnek az jó kombány. Jó, ott van a kombány. Jó, akkor Valtránál letettük a voksunkat. Csapunk rá keskeny gumit. Ú, de jó néz ez ki, gyerek. Tervezés aktív. Ez mit állít? Ez mit állít? Kell az nekem bele? Homlokrakodó csatoló. Abban még nem vagyok biztos. Motorbeállítás. Nem, ez így jó. Ez így tetszik nekem. Ez így tetszik nekem. Jó, megvesszük. Majd később rakunk rá, hogyha valami lemaradt.
Jó. Kombájn. Elméletileg gyorsan végig gondoljuk. Felszállítani fel tudjuk. Tárcsázni tudjuk. Meszezni tudjuk. Gyomírtó vagy műtrágyázni tudjuk. Vetni tudjuk. Gyomírtózni tudjuk. Akkor le kell arassuk, meg valamiből be kell tennünk. Jó. Vagy a kombányt. Betakarító gépek, és azt írtátok, hogy topliner. The fuck? Hát jó. Toplinert írtátok, topliner lesz. Deutz. Ez lesz. Mit bánom én? Kerékbeállítás. Ez így jó. Éhes disznaj. Ilyen van a tutoriálban, azt hiszem, nem? Jó. Add ide. Jó. Na, erre kéne topliner egy... arató szerkezet. Szerintem ez az. Topliner, igen. Hát akkor ezt. Ezt kérjük. Jó, kombányunk van. Kell egy pót. Pótos, pótos. Tehát a forgó zsámajosat azt kizárjuk ebbe a pillanatba. Ez mi? Hát jó, nekem ez a dömper is. 12 000-es. Ez forgó zsámajos, fúj, az nem kell. Ez jó. Na gyerekek, itt most megint izé lesz, hogy én nem tudom, melyik pótot kell megvenni. Mert olyan egyformák ezek nekem, hogy nem igaz. Hát jó, nekünk ez a kicsi is, nem? Ez mekkora? 8-as. Az nem, annyira nem. Annyira nem ez. Hát, melyik pót, gyerekek? Mondjatok egy jó pótot nekem. Ami nem izé, forgózsámajos. Az Rudolf, ez még nem lehet rossz egyébként 30 000-é. Ez 18-es, ez a 12-es. Az jó lehet kezdésnek, én úgy gondolom. Ha jól gondolom. TDK 301. Jó, értettem. TDK 301. TDK. Na, azt mondom én is. Azt mondom én is. Oké, okay, Rudolf. Te leszél a pótkocsink. Kerékbeállítás van mindegy neked. Jó. Elméletileg. Mi az, amit még venni kell, srácok? Már egy órát elbasztunk. Már egy órát elbasztunk a semmire. Tehát mi az, ami még kellhet nekünk? Ilyen, hogy... Ú, bazd meg. Maradt pénz, akkor kell venni egy beállázót. Kell venni egy zét is. Na, azt majd átnézzük. Ha maradt pénz. A... Te itt a beállázáshoz van egy zét cucc. Szállítás, tél, széna, fű, szecska, szőlő, cukorrépa, gyapott cukornád. A beállázásban nincs kigyűjtve semmi. Semmi nincs kigyűjtve a beállázáshoz, de miért? Széna? Ahogy de van. Tudjátok, mit szeretnék? Én se tudom, de azt keresem, de nagyon. A silót, bazd meg, hol lehet venni?
Hol kell silót venni, gyerekek? Hagyjad már, van ratrak a játékba, kész. Vége. Itt elve fogom turkodni a havat, kitúrom a világból, bazd meg. Meg van mouse is benne. Hol lehet, gyerekek? Oké, megvan. Mag bérelni, bálázó, nem kell, három kis vonal alul. Oké, megvan. Tehát ha jól gondolom, akkor kell nekünk... mi az, amit feltétlenül vennünk kell? Ha mondjuk lehet, hogy körbe fog, de csúnya így a grafikot emberte. Ez a miénk? Vagy ez itt mi? Ez a miénk, azt írja. Kaput be kell csukni. Ez a miénk. Jó, tehát ide be tudunk állni valamivel. Á, is a miénk. Ide is be tudunk állni valamikkel. Jó. Te tűnj már el onnan. Jó. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk lehet, hogy egy silót kéne valahol lerakni. Ja, jó, gondolom, ugye? Jó, de a grafikát azt nagyon gyorsan föl kell majd húzni. Ide nem tudunk bevenni. Csokoló... nincs víz a lovaknak. Bálázó nem kell, kezdje dolgozni, azt majd alakul menet közben, mi kell és mi nem. Nem tudom, hogy live után mennyire fogsz rájönni, de egyszerűen tudnék pár tippet adni kövi live-hoz. Hát nem tudom még. Na! Gyerekek, silót kell levennünk, vagy nem kell levennünk? Tehát megéri betárolni? Hát meg persze, hogy megéri betárolni, hát van még annyi pénzünk, mint az állat. Még lehet, hogy a nagy fődet is megveszük, amíg megírjátok nekem, hogy megéri a siló, vagy nem. Addig megnézzük itt a nagy fődet, hogy mi van rajta. Ezt kapásból be kell szántsam majd. Azt se tudom, melyik az 52-es, bazd meg. Gyapot. Ezt mind be kéne szállni? Jajjaj, hogy néz ki te? Úristen, Robi. El se nézzi arra, olyan csúnya. Tehát ezt mindet be kéne szántanunk. Én nekem most ehhez nincs izém. És ott ez a 47-es, az mit mutat? Nem tudom, hol vagyok, csak mondom. Ez mi? Hát bazd meg, itt négerek laknak csak ezen a vidéken, hát itt minden hungyap ott van. Cukorrépa, na az a legjobb. Kukorica, na mondjuk az nem rossz. Csak ide meg nem tudok átjárni. Ja, de hogy nem itt. Ó, hagyjad már. Hagyjad már. Siló mindenféleképpen kell. Egy kicsit vegyek. Na, végre. Megjött a reakció. Építkezés. Hogy kell mozgatni itt? Így. Na várját, a Ropi azt tudám vezetni taktort. Úgyhogy ezt olyan helyre... Új, de csúnyba az meg ez így. Ezt nagyon gyorsan föl kell húzni itt a grafikákat. Hát ez ilyen csúnya, bazd meg, ez a játék, hol van szedve minimumra. Jaj, mori. Hallod? Nekem le kéne rakni egy silót valahova. A... what?
Csak jól láttam, bazd meg, nincs az aknán rajta a fedő. Azt ez így, főnök, balesetvédelmileg ez így megfelelő? Na. Vissza a silóhoz, bocsánat. Fészer nem kell. Siló. Egy kicsi silót mondtak nekem a srácok. Melyik a kicsi siló? Szénapallás. Farma 400 plusz szobi 1000. 400 ezer literes. Kicsit mondtak a srácok, bazd meg. Ó, te more. Kiért adjál akkor? Azt mondom, hogy kell forgatni. Na, azt mondja, hogy a ropi képességeit ismerve a kis földet azt így fogja művelni. Az azt jelenti, hogy körülbelül itt az épület vonalában mindent el kell tüntetni, mert ott a fordulási köre van a taktornak. Ottan átjárok majd a másik földekre. Úgyhogy akkor a silót ide lerakjuk. Várjál, a silónak hol van a... Ott a beöntője. Úgyhogy én ezt szexuálisan ide letenném, főnök. Ha nem jó, mert a korács az bent van. Oda főteszem, né? Így, te gyerek, te. De várjál, hogyha ezt a földet hosszába kell megművelni, akkor én ezt a silót, azt melyik gombbal forgatom vajon? Ha így, né? Ha én ezt a silót, ezt ide bepattintom, anyáddal van átfedésbe. Így ide bepattintjuk a silót. Így. Jó, rá tudjunk menni. Akkor az így itt lesz. Tehát akkor vettünk egy silót. Így, gyerek, hozzad a Wasserwagent ide. Köműves be voltam baszva. Hát ez nem arra lejtom, erre kő. Így, gyerek, hozd a palackönyvet is. Wasserwagent palackönyv. Nehogy már, ha nem volt ennek, izé... Te nekem már van benne mag. Jó. Jó lesz így, onnan befordulok a nagy kamionta, itt ide rájövök, azt arra lemegyek róla. Jó lesz az így. Na, gyerekek, ház, doboz. Srácok, legyetek kedvesek összeszedni a gondolatokat, hogy mi az, amit nem vettünk, és mi az, amit jó lenne még venni. Szerintem még lehet, hogy föld is belefér. Tehát számoljunk úgy, hogy még egy, nem tudom, valamennyi biztonsági tartalékot meg kellene tartani, szerintem egy ilyen 300 ezeret. Tehát még van egy 350 ezerünk, amit költeni tudunk. Légy szíves, szedjétek össze a gondolatotokat, hogy mi az, amit ti még vennétek, ami jól jöhet kezdésnek. Ugye növénytermesztés az elsődleges feladat. Most nyilván, hogyha azt mondjátok, hogy ropi bazd meg, itt elfér három csirke, mert hidd el... Várjál már! Várjál, ne vidd, de beviszel kukoricásba, te! Hogy mi az, amit vennétek, és mi az, amit úgy gondolnátok, hogy jó. Tehát még egy 300 ezeret tudunk költeni. A géppark az itt jó, hát ez nagyon kevésnek tűnik így elsőre. Jó, tartunk egy 3 perces szünetet, és varász ösztön, igen, tartunk egy 3 perces szünetet, légy szíves, írjátok meg, hogy ti még mit vennétek. Tehát nehogy az legyen, hogy elkezdünk aratni, és akkor utána jut eszünkbe, hogy bazd meg, azt se vettem, azért még vissza kell jönni. Nyilván a magok, meg mész, meg az ilyen szarokat, azt majd menet közben fogjuk
fölvenni, kihordani, mit tudom én. Tehát mi az, ami még jó lenne? Targonca, szállító, pót, mit tudom én, alufelni a traktorra, vagy csatornatagság, vagy valami, bármi, jó? Jó, nyomunk egy szünetet, és akkor addig szépen megírjátok, és közösen megcsináljuk. Egy pillanat, és folytatjuk. Na, srácok. Hú, de jó esett ez a kis víz. Szerintem érdemes még földet venni több profit szezononként. Ezzel a három kicsi földdel nem sok profit jön be. Földet kell még 5 perc, és visszajövök rá, nyújtok. Bálázott kukorica, arató, szerkezet, föld. Jó, tehát sokan írjátok a kukoricát, jó, nézzünk egy földet. Egyébként az jogos tartalommentése kéri, jó, nem kapcsolok ki semmit. Földek. Ezt a 47-eset egyébként még hozzácsapnám szívem szerint. Az 52-es az nem tetszik, az ferde. Meg azon gyapot van, azt be kell szántanom, az rohadjon meg. Jó, ezt a 47-eset hozzácsapjuk. Akkor. Nyilvánvalóan ebből a kettőből egy föld lesz. Azt úgy kell nekiállni, hogy ebből ezt én össze fogom szántani, az biztos. Tehát az egy föld, egy kis föld, meg még... Jó, vegyünk még egy földet, igazatok van. Úgyis az lesz, amit ti mondtok. Vettünk hozzá még egy földet. És megnézzük a...
A gépünk az tud-e kukoricát izéni, betakaríni? Tud. Akkor nekünk kellene hozzá néznünk egy kukorica asztalt, meg egy kukorica vetőgépet is. Kukorica adapter. Kose, dzsondere. És ez melyik gépre jó? Gyerekek, erre a kombájra nincs. Erre a kombájra nincs, mi a fene? A topliner-re. Vissza kombinációk. Ja, itt van-e. A kapelló jóre. A kapelló diamante. Jó, ezt meg tudom innen venni? Meg. Hát vegyük. Hát egyszer van nyár, meg kell venni. Meg kell venni, meg kell venni. Jó, megvettük hozzá azért. Kell egy kukorica vetőgép. Az külön vetőgép, azt hiszem. Ha jól emlékszem, az külön volt már. Vetőgép, ültetőgép. Vagy itt lesz, ebben van még a kukoricavető, nem? Hol van a kukoricavetőgép vajon? Kukoricavetőgép. Hallod, tudóicavetőgép, te hol vagy? Elbújtál? Tehát nehéz, hogy talaj vetőgép, ültetőgép lesz az. Aha, itt a Amazon-e. Ez mindent is csinál egyszerre. 49 000-é. És ezt tud ültetni nekünk borsót is, meg cukorrépát is, meg gyapotot is, meg napraforgót is, meg kukoricátot is. Ha jó, nekünk ez az Amazon, nem? Na, ültető. Oké, srácok, oké. Na. Ez itt még csúszott szét nekem, ez itt ez a Cocirite. Hello? Hát én itt nem tudom, mi van, mindegy is. Akkor ez az Amazon kell nekünk, ebbe lehet rakni mindent is. Jó, akkor azt is megvesszük. Beülteti a tutvétert. Várjál, mekkora gép kell neki? 150 ló. Jó, olyanunk van. Olyanunk van, úgyhogy ez jöhet. Jó. Tehát vettünk még egy kis földecskét, vettünk kukoricához elméletileg mindent. Kellene még nekünk... Hát én csak nem akarom elengedni, gyerekek, ezt a bálázást. Én csak nem akarom elengedni azt a bálázást, mert az is pénz. Mennyibe kerül itt bálázó cucc? Így ez fájni fog, pedig én ezt tudom. Annyira nem is, tehát az előző játékokban sokkal jobban fájt a bálázás. Na, ehhez viszont már hülye vagyok, gyerekek. Hát biztos, hogy nem kell nekünk akkor a lóbálázó. Csak most a kérdés az, hogy melyik milyen bálát csinál. És... Aha. Aha, jó. Tehát ez tud 24 darab bálát vinni. Ja, hogy ebből is már van két fajta te. Ez 14-et. Fú, gyerekek. Nem tudom, hogy melyik bálázóhoz melyik izéke. Cuci.
Csomagolni nem szeretném. Össze akarom szedni, bála formája legyen, és utána egy ilyen automata felszedő készülékkel, ilyen bála töltőrendszerre szeretném fölvenni, illetve elszállítani eladásra. Azt látom, hogy ez körbála, ez meg kockabála. Csak melyik bálázó vajon? Mert itt nem írja egyikre se, hogy melyik körbálát csinál, melyik kockabálát. Ha egyáltalán így hívják, hogy körbála, meg kockabála. Várjatok, azt mondjátok, hogy itt alul írja. Részleteknél. Konfigurálás. Nem. Itt nem írja. Akkor lehet, hogy bála izéknél írja. Te. Konfigurálás. Bérlet visszavásárlás. Aztán oda, te mit csinálol? Ez nem jó, az ilyen automata kinyitogatós, az nem. Szerintem ezt csinálja a kockabála. Melyik csinál kockabálát, gyerekek? Tehát kezdjük el ott. Kumpottinger, akkor a klász a kocka. A teljesítmény után a harmadik mutatja kör vagy kocka alul. Teljesítmény után a harmadik, ez kör. Ez is kör. Ja, megvan-e? Oké. Ebújt a genyó, ebújt, ez is kör, ez mind körbálát csinál, nem, ez kockát csinál. Ú, nekünk akkora nem kell. Na, kérdés. Melyikkel tudok könnyebben dolgozni? Szerintem a kocka bálával. Ugye úgy emlékszem az előző részekből, hogy az automatikusan dobálja ki a hátulján, akkor viszont... Te mekkora bálát csinálsz, te öcsém? Te nagyon kicsinek néző ki már innen. Tehát 125, de ez körbálát szed. Kocka bála. Tehát 120 cm-es bálát szed össze, 14-et. Mindjárt megszüllöm. 120 cm, tehát akkor ehhez a Massey Ferguson cucihoz tartozna a ez. Ez nehéz. Hát olyan márkájú bálázó testvére nem látok, amilyen te vagy. Húsz kilós kocka, hosszúkás a kockabála. A kockabálához több olyan cucc kell, de többért veszik a kockát. Jó, akkor menjünk a kockabálára, akkor ez csinál 120 centis kockabálát. Add ide. Ne, ez jó, gyerekek? Akkor. Tehát ez a Massey Ferguson bálázó, inkább megkérdezem, bazen, mert most hülyeséget fogok csinálni. Tehát a Massey Ferguson bálázó ezzel az összegyűjtögetővel. Tehát ez így működik? És akkor utána elkezdünk hazapakolni, azt hiszem. Más már nem lesz. Nagyobb kell, vagy jó? Értelmesebbet vegyek. Jó. Na, akkor nézzünk. Jó. De ez jó. A gyűjtögető az jó. Azt erősítsétek meg, hogy a gyűjtögető az jó. Elég kicsi, sokáig fog tartani. De az a baj, hogy ez meg csak 120-as szed össze. Vagy körbálázzunk. Tehát ezek meg már nagyokat csinálnak. Ez akkor a disznót 2 méteres bálát csinál.
Hát tudjátok mit, akkor legyen kör. Az 50.500 a jó kockához elvileg. Ez itt körbeállást mutat nekem. Ez biztos, hogy körbeállát szed. A 100%. Ide dobálja be kettesével, és csúszik le hátra. De én felül nem csináltunk körbeállát is, azt akkor megszűjjük. Tehát akkor körbeála lesz. Ezt meg is vettem. 125-180 centig kell egy beállázó. Hülyeséget csináltam, akkor mindegy. Tehát 125-180-ig kell, itt is van, tehát ez lesz a bálázunk, így, megvesszük, kész, vége. Mindegy, srácok, lesz körbála lett, jó, és akkor... Nem tudom állítani itt a grafikát, nincs kedvem kilépni. De muszáj lesz, bazd meg. Hogy kell kilépni? Játékmentése. Kilépés a játékból. Gyors állítok egyet a grafikán, gyerekek, mert ez van a botrány. Grafics, mindent is föl. Jó, első körbe. Pif. Indul újra a játék. Főraktuk közepesen, megnézzük, hogy bírja a recegést. Remélem elmentettük rendesen. Látom, hogy azért páran az élelmesek vagytok, már most beírjátok, hogy mag. Mag, meg műtrágya. Meg mész, meg minden is. De először le kell aratnunk, és akkor majd utána lesz itt ilyen. Szerintem az lehet, hogy már a következő részbe fogunk nem aratni, hanem vetni. Na nézzük, mennyire van balhé. Hát itt azért van baj. Na. Kell nekem még hangerőt adni a gépre, ugye? Vagyis hát a játékra. Nem tudom, hogy halk vagy nem halk. Remélem nem fog recegni annyira a játék. Na gyerünk, Jóska, megyünk. Megyünk itten aratni, hogy hova. Hát itt azért vannak még bajok, de majd finomítok én. Jaj, menj, hülye vagy, hol mész? Nem szégyelled a pofádat, kocskázó itt össze-vissza, te. Gyerekek, nekem merre van az otthon? Csak úgy mellékesen. Jó felé indultam-e? Traki. Dani, mihez kellene még traktort vennünk? Hát egyet még vehetünk éppen. Csak nem tudom, mihez kell. Ha jó fele megyek, jó van. Én nem tudom, merre lakunk, csak én erre elindultam. Mondjuk itt az 52, ott már 46-os földet, ott már látom. De itt még nagyon csúnyán kell majd a grafikán állítani, mert ez még így mind jókádás. És nem tudom miért. Na, ezt majd a következő adásra rendbe pofozza a Ropi bácsi. Így, de gyerek, nyissad kifele, neki futásból varatunk. Szárszórás az ká volt? Alapvesző és alapból bent van, jó.
egy kicsit kisegítem itt a délutáni, vagy az éjszakai tevékenységemet. Kicsit kitapossuk. Din 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 din. Jó, te maradjál itt. Súlyt nem vettünk, gyerekek. Te, Tony, te. Nem villogunk. Jobbra lesz a tanya. Na. Nem vettünk súlyt, gyerekek. Azt valaki kifelejtette a felsorolásból súlyt. Ott vannak hátul. Jó. Te, rakjad befele az ébe. Jól emlékszem, akkor így ám. Kuplungójad? De felezzed lefele. Melyik? V volt? Nem a V volt. Melyik volt a nézet? Vezetési irány megváltoztatása? Micsoda? Tempomat. Hogy váltok én itt nézetet, gyerekek? Mit tudom én? Jó, az így. Begörgetni nem tudok, úgyhogy így marad. Céve? Jaj, te oda nézzél, ne! Rendesen hátul is van benne kormány, te. Mint a lajcsit látnám, te. Csapjad be a zenét, főni, hol a rádió? Jó, ott van, né? Tényleg rádió van benne. Júj! Álljál meg! Tovább mentünk. Na így, te most itt maradsz, mert aratásom. Így, itt megállol. Úgy. Jó, nem tapossuk le, ez már nem ilyenk. Na. Hopp. Azt mondja, ha jól emlékszem. Nem? Nem. Először ki kell nyitni. Tehát ez már nyitva volt. C. V. B. Na, figyeljetek, azért jönnek. Jönnek itt elő azék. A farmingos dolgok a fejembe. Na gyerekek. Most úgy csinálok majd, mint a nagy streamelek. Streamerek, bekapcsolom itten a GPS vevőkészüléket. Így hátradőlök, azt már hát a csetelés. Nem, dolgozni kell, gyerekek. Itt a lajcsi. Nem kerestelek lajcsi. Nem. Fals info. Oda nézzél, ne, hogy mélynek az éve. Begyűjtőkészülékke. Így ide meg tudom, körbe kéne menni, vagy nem tudom, hogy kell. Ropi bácsi az így szokott aratni. Így szépen bemélynek, ide a közibe. Így. Gyűjtsük összefelé a szalmát. Majd utána. Most meg ne kérdezzétek egyébként, hogy mit aratunk, mert ez... repce talán? Jó, gazos, de repce. Hát ezt valószínűleg nem kell üríteni. Így ne oda szórjad azt a drága izét, te. Nem azért vettem a bálázót, hogy szana szétszórjad. Így szépen aratunk. Na.
Ó, te a Gamer Bro, az hogy tudja, hogy izé, melyik környékről vagyok való? Na akkor most Pityesz hazudik, vagy te? Én nem tudom, hogy kerestelek volna. Le kell tölteni a GPS módot, így van. Ja, nem használunk modokat egyébként. Nem használunk modokat. Egyenlőre. Legalábbis. Nem tudom, hogy kell-e egyébként, vagy igényli a játék. Ja, mondták a srácok, hogy elég sok modot beraktak a 19-ből. De a GPS modot azt le kell szedni, amikor streamelés van, akkor hátradőlés van, és akkor úgy aratok. Meg úgy csinálok mindent, hogy megnyomom a gombot, azt hátradőlök. Nem, nincs automatikus dolgozó, tehát a pénzé nekünk kell megdolgozni. 1 óra 34 perc után eljutottuk oda, hogy dolgozik is. Á, én nem szoktam olyat csinálni, majd fölveszek én itten ilyen dolgozókat majd baráti körből. Tehát most mondom a srácok, akik esetleg itt vannak és nézik, hogy este keresnék embert, mi az, amikor húzni kell vasat itt a földbe? Szántásra embert keresek. Természetesen a gépparkot azt én állom. Top gépekkel, természetesen top gépekkel, modern, korszerű, szakszerű, mindenféle gépekkel. Na várjatok. Zabot aratok? Na tudom én, hogy mit aratok. Nem repce? Zab. Na azért áruljuk be, mert szeretik a lovak. 19-ben van olyan map, amiben alapból van maris. Hát jó, de hát az most... Hallod, ez Máncsa págyas. Hát úgy csörög-zörög, minden baja van neki. Öt rádió, hat rádió. Nem tudom, mi van most. Nem becáltam ott egyébként, Gamer Pro. Nem. Arrafelé nem barangoltam. Egyszer-kétszer talán voltunk csukát pergetni, de nem. Javítani is kell. Ennek semmi baja nincs, ez vacsi új, ezt most vettük az éből. Viszont nem térítendő állami támogatásból. De jó, nem menj bele a fülbe. Mondjuk tök mindegy, mert úgyis össze lesz szántva. Na. Lesz valószínűleg Fisher Online. Igen. Brawl, kedves Brawl lesz. Gyerekek. Elmegy ott a szódába. Hogy ne menne gáz neki. Ki kell nyitni, azt hiszem a O betűvel. Így. Állítsad be magadat. Jó, főnök, várjál, mindjárt jövök. Hatalmas betárolási. Felezd meg, bazd meg. Bazd meg, ezen nincs napfényzető. Tőti? Miért nem tőti? Tőts már, bazd meg! Az meg erre visszaül a traktorba, te. Ja, hogy nekem bele kell ülni ahhoz, hogy töltődjön. Jó. Hát sok pénzünk nem lett. Nem. Azokkal nem fogok foglalkozni. Nem kell átszállni, Misi, nem. Állandóan már mondjátok, hogy mit kell. Nem. Jó, az úgy is. Tehát több idő. A idő, pénz. Na. Azt mondja, hogy...
Várjatok, nekünk három fődünk van. Kell még valamin aratni? Te jó vagy már? Betakarítása kész. Hát akkor kell még egy fődöt csinálnunk, gyerekek, nincs mese. Nincs mese. Azt hittem, hogy már el lehet menni egy kicsit nyaralni valamerre. Most már megvan a... homok tetejére a mag. Ki lehet nyomni a számlát, de nem. Dolgozni kell még egy keveset. Hát hátul indulok meg, mert... olyan szükösnek néz ki a hely ennek a nagy gépnek. Tehát, hogy be se fér ide rendesen. Jó lesz ez úgy. Nem mentem bele, nem, azt nem jól láttátok. Úgy, jó van. Na, gyerünk Robi, ezt beöntjük a izébe. Oda. Most már jó? Nem tudom, melyikkel kell üríteni. Melyikkel kell üríteni? I betűvel. Belemennyi. Oda nézzé, most lettünk milliómosok. Már hát a számla. Becsukódta. Jó. Nem, te még ott vársz. Te meg indulhatsz. X betű. B betű. Chat. Benni, ne bántsuk izét, jó? Lajcsit. Majd ha lesz, akkor lesz. Örülünk neki, hogy ő is itt van, segít a szakértelmével, de ne kergessük el azzal, hogy mikor lesz valami is. Köszönöm szépen a megértésedet. Nyomjad neki a H betűt és kész. Addig tártázhatod az előző fődre. Nem, gyerekek, munka van, dolgozni kell, ma még nem csináltunk semmit. Meg egyébként is először fő. Szétszórja a pénzt a földön. Járom lottába, az meg. Hallod? Melyik mondta neked, hogy kapcsold be azért a szétszórást? Pont. Rendezett szárszórás bekapcsolása. Mondom, bekapcsolása. Nem lehet. Nem lehet gyerekek enni a... nem tudom, akkor az lesz a repce. A repcének nincsen szára. A szárából is izé lesz olaj. Arany. Az mi az a fa? Te. Azt hittem még barázdás izé is van rajta. Na, én itt már most látom itt a YouTube-on milyen komment izé lesz. Hallod, menjél vissza vadászni. Jobban jársz. Törőd le. A repcét nem tudod rendezni. Meg tudod nézni, hogy hol mennyibe veszik a búzát, vagy amit van, és a legtöbbet adják, ott kell eladni. Nem akarom egyenlőre még eladni. Keveset minek? Majd ha lesz egy fél siló, akkor majd eladjuk. Aha, árpa, búza és a zab, amit lehet rendezni.
Okay. Hát ezen még egy tonna se lesz, gyerekek. Ja, de az már 6000, jó. Lopi. Így, oké. Jaj, de nem áll, hát még a kukoricát is le... Ja, de várjál, szezonban jó, nem biztos, hogy le kell vágni, mert nem biztos, hogy megérik. Tehát lesz időnk mindenre is. Tehát ezeket a földeket szépen elő lehet készíteni. Ugye a következő akcióra, mire megérik a kukorica. Oké, jó, ez a jó ez a szezon. Ez jó cucc. Jó, hogy ez így bekerült. Augusztus van, azt kell majd még megnézni. Tudunk-e vetni valamit egyébként idén még? De szerintem már nem. Hát augusztusban mit szoktak vetni az emberek? Így, te rohadt kánya, te menj el onnan! Szőzeknek nem tudok egy fél vagonnal kiborítani ide-oda arra valahogy? Igen, augusztus van nálunk éppen. Ennek a kombájnak valahova kell majd nézni valami helyet. Már látom is, oda beállunk vele szembe. De sielsem, mert a búzát most el lehet vetni, jól emlékszem. Control. Mi a control? Semmit nem csinál korasz kontrollra. Várjál. Becsukás nem engedélyezett. Mi az, hogy nem engedélyezett? Csak jötte befele. Van kosárpalánkunk. Hagyjad már, labda is van. Ugye, ócsó volt. Ott jó helyen vagy. Így. Az befért ott, nem láttatok semmit. Tudom, hogy kell befordulni ebben a dögge. Így ez bent van, ugye? Tökéletesen bent van, gyerekek. Úgy beálltam ide, hallott kormánya nem állnék be ide különbé. Így, faszom. Itt maradjál. Na, ezt beizéljük. Beöntjük. Állj. Meg kell nézzük a izét, meg mentenünk kell. Jó mentés, az most megy. A repcét azt tudunk ültetni. Gyerekek, ha én most elültetem a repcét, ezt mikor aratom le? Mert hogy itt ezt... Hagyjad már, a füvet egész évbe lehet izéni. Hát én bevetek mindent füvel, bazd meg. Hát az egész évbe hozza a pénzt. Hát de most ki az a hülye, aki nem füvel foglalkozik? De most komolyan. Hát nézzétek meg, egészen novemberig lehet ültetni.
és egész évbe vágható. Gyerekek, a fű is növény, ugye növénytermesztésre volt szó. A fűből meg csinálok szénát. A szénát azt meg szépen bebálázom fóliásan, és eladom. Repcét nyár végén vetjük. Ja, oké. Itt nálam carp farming megvan. Na, pontyozó, Tuzson bácsi, pontyozó. Tehát most még a repcét el tudnánk vetni. Csak azt mikor adjuk, mert azt... Ja, itt van alatta. De hülye vagyok. Ja, hogy a repcének kell egy egész szezon, mire beérik. Ha hülye vagy te. Hülye vagy te. Ha majdnem mindennek kell egy egész szezon. Hát, most már nem fogunk vetni. Szerintem. Bár lehetne búzát vetni majd szeptemberben. Mindegy, ezt majd megálmodjuk. Először tegyünk rendbe itt mindent. Meg még egy kukoricát le kell aratni. 200 lóerő vagy te, nehogy már itt izéljél nekem. Várjál, kell nekünk egy... Ez lehet, hogy sok lett. Nem sok. Tehát mikor kacskázik az eleje, akkor kell borítani. Tehát be jó sok volt, te hallott, talicskával behordtuk volna. Na, a pótnak kell nézni egy helyet. Már elfelejtettem, melyik volt a nézelődés ez. A pótnak kell nézzünk egy helyet. Én már látom is, hogy hol lesz a pótnak a helye. Ittni. Ez nem tudom mi. Ez lesz a pótnak a garázsa. Fát azt akkor tudunk vágni, hogyha majd ültetünk. Hát ezek nem fák, ezek semmik. Az a fa, amikor a fenyő meg van nőve akkorára, mint a gyárkémény. Az a fa. Majd nyugalom, srácok, majd lesz minden. Csak oda kell jutni anyagilag először. Mit kell elhoznom? A bálázót kell elhoznom, meg a... Először a bálázót kell elhoznom. Súlyt nem vettünk. Repcét nyár végén vetik. Jobb, álljál meg, ide jöttünk. Kell a bálázó először is. Még lehet, hogy egy fészert vagy valamit le kéne rakjunk el, ahova berakom a... Hú, autómosunk nincsen. Illetve az sincs. Ja, jobbra húzódásra közlekedünk, Ropi, mert jön a paraszt, azt ledudál a BMW-be. Tehát valami fészerkét lát, hogy még kéne vennünk, ahova berakjuk a szerszámokat. Ezt egyelőre hagyjuk ki, nem kéne kint hagyni, nem szeretem, hogy kint van. Legalább tudok anyázni, mikor parkolni kell. Irányt váltok. Na, kérem alásan. Azt mondja, hogy szerintem ezt a V betűvel kinyitjuk, ha ért az X-e. Kis terrautó felemelése.
Automatikus szórás bekapcsolása. Y, az nem tudom mi. Azt, hogy főküdte izéte alapjáratot, hát főnök. Gyűjti. Várjatok már. Hát ez le fog jönni a fejemet, ez a bálázó. Hát megemelte az alapjáratot, vagy 1500-ra. Nem baj. Na, ezen főbukok. Hallod? Vettem egy bála szállító készüléket, bazd meg, azt nem lesz egy bála a fődön. Ezt ilyen van. Itt még sípol. Hát automatikára vagy rakva, majd dobáljad ki. Nem csalok be pénzt, de hogy csalok be pénzt? Hát akkor mi értelme van a játéknak? Pénzt csalunk be. Semmi. Semmi értelme nem marad. Lesz 3 bál a főden, gyerek. Nem baj, ez is pénz, gyerekek. Ez is pénz. Össze kell szedni. Ingyen van. Ingyen még a kevés is jó jön. Remélem szántást igényel rögtön a főd, mert akkor agyi infarktust kapok. A régi farmingokat ismerve biztos, hogy rögtön kérni fogja. Nem fog kijönni még egy bála. De elméletileg kijön. Autómosót nem vettünk. És... súlyt nem vettünk. Mit nem vettünk még, gyerekek? Most mondtam valamit, amit még nem vettünk. És nincs. Fészer. Hát lett 4 darab bálánk. Nem baj. Hol a francba tudnék letenni egy izét? Hol a francba tudnék letenni egy kis istálót, vagy mit? Na mondjuk ide, ahol vagyok. Hogy volt az P? Állatkereskedő, ruhatár, építkezés, fészerek. $44,000. Na, 10,000 is van, az már szimpatikusabb. És az mekkora?
Hagyjad már. Na, ezt kéne nekünk, csak hogy lehet ebből kizumulni. Így ide lerakjuk, az úgy jó lesz, jó lesz. Jó, oda be lehet állni. Itt áll, jaj, tökéletes gyerekek, tökéletes. Úgyse fogok azt még egyszer így ide berakni, úgyhogy... Tökéletes. Na, elmegyünk a készüléké. Na, hol tartottam? Aki kicsit nem becsülő, na, így van. Így van. Szevasz Bálint, szia, szia. Most nézi velem a kislányom a videót és kérdezi. Szoktam-e néha érni? Persze, akartam kérdezni, hogy íj! Csuda fáját, hogy hívják? Szia Emily! Szia puszillak! Üssz apa ölébe és nézed a csúnya szakállas bácsit, ugye? Persze, kérdeztem is volna attól egyébként, hogy hogy hívják. Tehát valahol ember vagyok ám én is. Négyes. Mi a négyes? Gyerekek, ez a traktor, ez biztos el fogja húzni nekünk a zekét. Ez már az üres bála hordónál azt csinálta, hogy bőööö. A tolatás. Ja, négyes a tolatás. Hát nem akartam elsőre berakni, mert hogy nézne már az ki. Nem véletlen nem vettünk forgózsámajos pótot. Csak úgy mondom. Fordulnék, főnök, tudom, hogy dupla záró van. Hello? B? MV? B? B? Szedjet kapkod. Nincs ereje ennek a gépnek. Hogy micsoda már hármassával rakja? Ezt régen kettesével rakta, nem gyerekek? Az is csodálkoztam, mondom, miért nem lökte hátra? Na. Azt mondja, hogy ennek a szerkezetnek hol lesz a helye. Egy tök is tető alatni. Nem fér be. Azt majd én megmondom, hogy befér-e. Lehet ezt a kalimpálót becsukni valahogy. Működési helyzet. Nem. Jó, nem ezt akartam.
No. Mondd, hogy nem. Szántást igényel, bazd meg. Látjátok, itt alul szántást igényel. Melyiknek van baj a traktor színéve? Hát a Nampa öröm megvan neki. Azt mondja, nincs sok szakálla. Na, helyes. Örülök neki. Miért nem férfias traktor? Nézed már meg. Hát olyan fekete, mint az éjszaka. Azt mondja, nem férfias traktor. Nem. Nem lehet szántani. Nem. Hí, nem akarom. Nem akarok szántani. Azok kell hordani még a szerszámokat. És még azt mondja, szántást igényel. Ezt nem is akarom látni itt a földön. Júj, hát hülye vagy, hát nézzél már körbe! Hát, öcsém, így közlekedsz részegen az autóval, te. Fölírtam a rendszámodat. Support your local streamer. Meghalok, ilyen tábla van a játékban. Szépen besorolunk. Kitesszük a irányjelzőt. Na. Az milyen készülék? Ja, az a kukoricavágó asztal. Nekem milyen folyamatot kellene először is csinálnom. Vagyis utoljára. Permetelőt azt a kis kicsivel visszük. Ez a nagy, ez micsoda? Na várjál, hogyha én ebben műtrágyázok, meg messzezek. Akkor ebben mit csinálok? Ja, gyomírtózok. Jó, tudom ám. Ezzel szántok, ezzel vetek, ebben... ez a... Én valakit megölök. Nem ölök meg senkit. Jó. Hát hordjuk haza őket szépen apránként. Nem úgy gondoltam. Nem úgy. Lehet, hogy akkor össze a hátuljára kéne főcsapni. Ott a csatlakozási pont, főni. Úgy. Ú, de ezt még elve akarom. Újjaj, gyerekek. Lehet, hogy kéne venni egy súlytropi az elejére. Pedig szántani jó móka, csak szétbasszátod is. Num 1, num 2, num 3 az index. Ha meghalsz tényleg. Köszi Bálint. Ásult a kézbe irány szántani. Mindjárt gyerekek, csak haza kell hordani a szerszámokat. A vető meg ültetőgép mi a baj? Semmi. Szia Zoe! Semmi, csak egy kicsit meg voltam tévedve. Hogy melyik mi? Így ide.
jó olcsó gépet úgy oda szépen lerakjuk. Így kell venni gyerekek súlyt. Kell venni súlyt az elejére. Jó, lesz ő itt. Mondom, dob le. Hello? Játék? Dob le. Váltanom kéne izék között. Gépek között a kubetűe. Nem? Melyikkel váltok a izék között? Gyerekek! Azt lehet, hogy meg kellett volna tölteni először vetőmaggal, nem? Mikor úgy hazahozom. Jó, jó, először meccelni fogunk. Technikai kérdés, ha én azt itt mellettem, ami van ez a gyapott fő, de én ezt lemeszezem, és utána behúzom, akkor az úgy jó neki, ugye? Azzal nem vettem vetőmagot. Mindegy, a vetést azt úgyis majd legközelebb fogjuk csinálni. Valószínűleg. És még mára lenne egy kukoricánk, de lehet, hogy az lesz legközelebb. Vagy mi lesz legközelebb? Nem tudom. Most egyelőre hazahordjuk. Utána majd jöhetek vissza mind a két vetőgéppel, ugye megtölteni maggal, meg mindennel is. Gyerekek, tudok-e letenni? Talán a 17-ben volt ilyen kis mini állomás a bázison, ahova oda mentél traktorra. Ilyen zsákocskák voltak lerakva, tudtad tölteni a vetőmagot, meg a műtrágyát is. Lehet-e ilyen állomást venni most a 22-ben, vagy a boltba mindenféleképpen el kell jönni a big bag-eket megvenni? Olyan clickbaitet csinálok a videónak, bazd meg. Gyönyörű traktort lefényképezem, és olyan címet adok neki. Elképesztő karrier kezdet. Bekapcsoljuk a vészvillogót. Lássák, hogy valami rendellenesség van. Csak a boltban. Na most... Ja, moddal. Előbb szántak, utána meszezzek. Na most találjátok ki, srácok, hogy melyiket kell csinálni, hogy... Én egyébként meszezni szoktam először, és utána szoktam szántani. Jó, főnök, fordulnák jobbra. Úgy. Azt mondja, hogy az ekét, azt szeretjük használni, úgyhogy azt valahova nagyon el kell dugni. Például a kokáid a műhelybe. Ejtte eket áruló. Úgy. Azt mondja, hogy a kulti-multit, azt azért szoktuk használni, az nem bicskázott be egyébként, csak majdnem. Én most nem tudom eldönteni, hogy hova rakjam, az elsőbe vagy a másodikba. Az elsőbe trakit-trakjuk. Trakikat.
csatornán le. Mi maradt még ott? A picire is kell súlyt venni, gyerekek. Két súlyt. Ó, bazd meg, a kombájnon is vissza kell. Tehát kell két súly. Mekkora súlyok kellenek ezekre? Egyéb targonca. Hagyjad már. Hagyjad már. Adj egyet. Súly. Súly az mindig legalul van, itt van. Na azt most én tudjam, hogy milyen súly kell rá. Hát, azt se tudom, milyen traktorunk van. Van egy... Valtránk. A Valtrára nincs súly. Meg van egy... Két Valtránk van. Nincs olyan munka, amit fel tudsz venni és szántani kell, mert ha van és nagyokat ad az eszköt, simán megcsinálod sajátodat és visszavonod a munkát. Fíj, te Bálint, ez ilyen legálcsít, mi? Gyerekek, én nem tudom, mekkora súly kell rá. Hát legyen egy ilyen. 600 kilós. Mit tudom én? Meg legyen egy ilyen bőv, egy... Még egy 600-as. Egy-egy súly elég, nem? Legyen mind a kettő. 600 kiló, 600 kiló. Ne szórakozzá. Na, azt viszont most meg kellene töltenünk ott valamivel. Lehet, hogy mészszel. Első körbe. Mi az, hogy 80 kilovattos? De ne őrítsetek meg, hogy beraktak egy farming szimulátorba egy elektromos szemetet. Hát de meg oké, van bent elektromos targonc, az hogy tankolom? Tehát what? A nagy zsák az hány literes? 1000 literes. A kis zsák az hány literes? Nagy zsák raklap? Az is 1000 liter. Raklap bála. Tudok venni szénát? Hagyjad már. Raklap. Aha, oké. Okay. Jó, várjál te! Hát itt lehet venni izét. Raklap magot. Ja, de csak az 1000 izé. Az nem jó. Akkor veszem, megveszem zsákba. Folyékony trágy. Mag, méz, búza. Zabtakarmány, útszóró, só. Hú, a só. De gyerekek, ez műtrágya akar lenni, nem ez a, ez a Red Bull itt. Ja, van külön kút neki. Micsoda? A keszek traktor? Ne szóp, ne szopass se! Bazd meg, elektromos traktor! Hallod, de jó, hogy nem kattintottam rá, édes Isten, is ezt most írod? Hát én halálkomolyan gondoltam, hogy veszek egy olyat, te.
Szóval gyerekek, a Red Bull az... az a műtrágya, ugye? Na ide figyeljen, köcsög! Te ilyen állatmódra te nem közlekedel itt, bazd meg, mert megfoglak, köcsög, kiszedlek onnan az autóba, és itt töllek meg, bazd meg a sárga csígon. Megértetted? Hát tudjad már hány kiló vagy, bazd meg. Ez 200 lóerő, kicsit gyengébb, mint a kis buszod. Csak úgy mondom neked, ugye, mihez tartás végét keresztül megyek rajtad. Na, így tudágassá. Láttátok? Azóta nem nyújt rád, meg indexelt is értébe. Na. Hú, gyerek, hát ez tényleg nem nagy ez a súly. Nem baj, van rajta. Ez tényleg szarul néz ki, ez a súly rajta. Főnök? Főnök? Én ezt a súlyt szeretném visszavenni az elejére, hogyha nem probléma esetleg, hogyha úgy felágaskolná, akkor azt úgy megköszönném. No homo. De senki nem írta még mindig meg, hogy ez a Red Bull, ez a híg műtrágya. Vagy, de hát a műtrágya az nem híg. Tehát ez műtrágya. Ugye? De nekem méz kell. 2000 liter van egy zsákba. Mennyit tud a készülék? A készüléke mennyit tud? 14 000, tehát nekem annyi nem kell. Nekem adjál ebből, mézből, mennyibe kerül? 300, mindet. Mennyiség, adjál nekem 4-et, az 8000. 4350, az nálam 8000. Kinyitjuk. Na most még abban reménykedem, hogy nem kell egy targoncával pakolgatni. Elfér, elfér. Pont elcsípjük a zsák szélit, de elfér, figyelj. Nem ma kezdtem a farmingolást, jó? Tehát csak úgy mondom, R betűvel betöltjük, mint a puskát. Nem? Melyiket töltjük be? Mondom, az R-re megtöltjük, mint a puskát. Most újra tölt, de mivel tölt újra? Ja, oda alulra. Oké. Okay. Viszünk. Hát erre három kis darab földre már csak elég lesz. 8000. Elég hát. Na, ezt elvisszük haza. Meghalsz és megy a póton is az irányjelző.
Fordulok. Jó. Majd nem sokára kell majd használni, és szerintem, jó gondolom, ebben már le is parkolhatunk. Hát egy Ropi 2-nek kéne beállni, csak úgy mondom. Kicsikét ezt nehogy már lenézzed, abban fogol többet dolgozni. Oda nézzetek! Oda nézzetek, megvadulsz, metálfény, minden rajta van. Melyikkel megyek bele? Hallod? Na, ez már traktor. Kicsi is, fürge is, ismerős él. Nagyobb a hangja, mint az ereje, tiszta gazdája. De lehet, hogy kéne írjak a Valtrának egy e-mailt itt a nagy sponzorációkba. Hogy kell ezt? CV. Oda nézzé, vékon kerekű ördög. Ez mi ez? Gyomírtó. Lehet, hogy kéne vennünk gyomírtót, ezt se vigyük már üresen haza. És megint leakasztom. De váltsál már át a traktorra. Nem a G betűvel-e? Ez micsoda? Gyomírtó. Vegyünk gyomírtót. Nagy zsákban van biztosan. De várja, az nem zsákban lesz. Az izében lesz, ebben lesz. Folyékony trágya. Gyomírtó. Hát... Ez 2400 ám. Ez drága. Vagy el nekem... Nem tudom mennyit. Hány literes vagy főni? Ezt még nem írja ki nekem itt a gazdaságvezetői ablakon. 1200 literes gyerekek. Ez kisebb, mint a... Lemaradtam a csette. Lehet rakni egyébként a férfiasra is homlok rakodót, meg erre is lehet rakni homlok rakodót. A bikás magas ásványi anyag tartalmi műtárgya mindenre alkalmas segíti a növény betegség elleni védelmét. Köszönöm szépen, Nándor! Miről rögtök, srácok? Na, legyetek már nének, hát mondjátok már meg nekem is, hogy mind nevettek. Ez csak az a bajom, hogy szerintem ez az 1000 pár száz, amit tud ez, az lehet, hogy kevés lesz, nem? Nem ennek a gépnek van valami tart kiegészítő tartája? Ennek a permetelőnek? Vagy mi a franc ez? Egy ilyennyi. Hát dehogy nem, Ropi. Mondjuk 5000-be kerül, az nem pénz, de ez hova megy? Mögé? Hát mögé nem. Akkor nyilván. Hát de előre biztos nem mehet, hát akkor slaggal kötöm össze, vagy mi?
Srácok, ismeri valaki ezt a páramatelőgépet? A kiegészítő tartály. Nem faszomat. Nem költünk. Nem költünk ilyenekre. Adj egy raklapizért nekem. Ilyet, gyomírtót. Mondom, adj egy raklap gyomírtót. Igen. Hájó van. Várjál csak. Van egy nekem itt egy IQ-s ötletem. Á, nem. Majd hazavisszük. Valamikor valahogy. És stabil a gép. Oda nézzél, milyen pecek van benne. Kék, barna, zöld. Júj! Gyerekek, kajak, így néz ki egy modern traktor belülről. Azt még a parasztok sírnak, bazd meg, hogy dolgozni kő menni. Ülnek a Giants FM-es rádióval, bazd meg a klímás izébe. Szanaszét extrázott traktorba, bazd meg azt izé. Dolgozni kő menni. Jó, mondjuk biztos, hogy a hátra megerőltető, meg mit tudom én. Hát ez segít. Ho-ho-ho. Oda nézzé, így zöld. Ki jön? Fekete. De jó néz ki ez. Ebből nagy... Te kész, alá kell érjünk a Valtrához, gyerekek. 2+2 évre. Kiesünk a YouTube-ból, akkor érvényesítjük a +2 évet. Nagyon szép. És tényleg mind a kettő Valtra. Tényleg mind a kettő Valtra. Így gyerek. Sajnos el kell menjünk a kukucar adapteré. Traktor elejére megy. Ajne. Slanggal körül. Munkás bérelsz, kevesebb a fogyasztás. Nem bérelek munkást, azt majd a Pike Hunter Gun fogja ezt nekem bérbe szántani. Meg még pár monitor. Ja, hogy még pár monitor. Önvezető GPS-szel. Jó, a benzinkút az itt van. Az autószerelő, gyerekek, az hol van? Jaj, várjatok, be kell kapcsolni az évillogót. Na, ezt nem a homéval kell. Na. Hű, mennyi munka lesz itt, a Jézus Istenem. Még van egy kis pénzünk. Meglátjuk, hogy fogunk haladni. Ugye a... Ja, várjatok, van hármas a izé? Na. Erigyén. Magattó. Szemétdög. A... Karácsonyfa, igen. Beszántom én, azon nem újjon. A... Mire akartam kilukadni? Ja, majd át kell néznünk itt azért, hogy lehetne minél
jobban hatékonyabban ugye a szezonok közötti átfedés, hogy mikor mit ültetünk, mikor mit tudunk aratni. Azokat át kell majd bogarászni. Úgy nézem, hogy talán a játék már nem annyira növénytermesztés centrikus, tehát ad elég időt minden másra is, ha úgy van beállítva a cucc. Figyelj már, ez megfordul egy állóhelybe. Azaz, Robi, nyomjad neki. Benyomtam. Főni, benyomtam, esküszöm, benyomtam. Menjél. Gyerek, mint egy krokodil. Düdü. Düdü. Düdü, düdü. Düdü, düdü. Düdü, düdü. Düdü, düdü. Nyomat csinálták egyébként. Akkor mozdonyszerelő vagy mi ez te? Traktorszerelő. Hát ott látom, ott a villáskulcs jobb alul. Tankolni kell, meg villáskulcsozni, szervizeltetni kell a jószágot. Figyelni kell mindenre is, gyerekek. Na. Hát akkor szerintem a nulladik résznek meg vagyunk. Én úgy gondolom. Ha nem bírok magammal, akkor nem fogok magammal bírni, de a következő részben... Szerintem lerendezzük ott hátul a kukoricát. Hát meg majd meglátjuk, hogy hogy jövünk ki, meg szerintem ezt a nagy fődet, ezt... az meg nem tudom hány óra lesz, mire én ezt behúzom, egy kis vetővet, Jézus Isten! Ott én már látom is a helyét neki. Hallod, ráraktam a játszótérre silót? Hát mekkora paraszt vagyok. Hát rátettem bazd meg a játszótérre silót. Tényleg rátettem bazd meg a játszótérre. Akkor már nem. Akkor már nem. Ez veszélyes így a kisgyerekekre nézve, úgyhogy én ezt a aratós érkezetet, a készüléket megfogom. És lezárom vele a bejárást a játszótérre. Nehogy baleset történjen, mert akkor én nyakamba varják. Úgyhogy itt most nem lesz játszóterezés. Kérem szépen. Kedves gyerekek, elfogyott a vaníliafagyi. Itt nincsen több játszóterezés, sajnálom. Egy. Kikapcsoljuk a üzét. Bazárt. Beállunk vele a helyre. Mély világít ez mostan. Hagyd már abba a villogást, az Isten megáld. Így beállunk vele szépen. Jó. Időben nyílt el, már rég lenn voltam, de ne foglalkoztasson a dolog. Ezt lehet, hogy be kéne ide tenni. Jó, tehát nézzük meg. Szántani kell, bazd meg. Kurvanyját. Kurva valjú, mennyi innen szántani kell.
Hát ezt lemeszezzük, beszántjuk. És akkor van még nekünk egy kukorica földünk, ami a jó Isten se tudja már, hogy melyik az a föld. Meszezni kell, szántást igényel, egyre jobb. Ez az én földem, gyerekek. Ja, ott alul van a kis kék. Gyomos. De kéne gyomírtózni, az anyádat. Te nem az én fattyam vagy. Mekkora főd ezt a Jézusom. Egész ekkora. Hí, a végtelenségnek végigér. Hát ez olyan kurva sok négyszögölnek néz ki. Bele sem merek menni. Kukurica gyermek. Itt kell húzni egy 6 méteres fűcsíkot, hogy meg tudjak fordulni majd a szerszámmal. Másik fele hogy néz ki? Hát ennyi kukoricát, bazd meg. Hát itt sincs nagyon hely. Nem baj, mert nekem erre van egy speciális aratási technikám. Igen, igen, az is lesz. Az is lesz majd. Az is lesz. Igen, igen, igen. Ott az út végén, ott el lehet menni jobbra is, meg balra is. Igen, meg akár egyenesen is. Igen. És hogyha egy kicsit túlmész, ott a kereszteződésen, ott vissza lehet fordulni erre. És akkor ugyan lukadsz ki. Nagyon fontos dolog. Én egyébként, Nándor, most nem írsz akkora nagy izét. Tehát én nem ismerem a játékot, de most, ha egy hülye idejön, és ezt megmutatja nekem, hogy hát mivel kéne foglalkozni, én kapásból azt mondom, bazd meg, hogy fű. Na, nem a izé, 420 Joe, hanem hát, bármikor elveted, egész november végéig, november? Egészen november végéig bármikor elveted, és egész évbe tudod vágni. Tehát abban már most biztosak lehetünk, hogy itt nekem az egyik földem, az fűvel lesz vetve. És nem kell állandóan ültetgetni szerintem, azt elég egyszer a füvet levetni, ha ugyanúgy van, mint a régiekben, tehát azt elég egyszer elvetni, utána csak leizéled, levágod, lefújod, levágod, lefújod. Legjobb. Tehát hozza a lóvét, csak hozza a lóvét, csak hozza a lóvét. Igaz, hogy keveset, mindig keveset, de hát sok kicsi, sokra megy. Ezt nagyon speciálisan kell majd levágni. Speciálisan. Most speciális aratási technikám van, itt, ott megindulok neki futásból a kombájna, az koppanásig elmék vele. Tehát én, hát mondjuk az pici. Én egyébként nem tartom kizártnak, hogy azt a hátsó földet fogom zéni, befűesíteni. Hogyha távoli terveket nézem és gondolkozok, tehát oda egy jó nagy fűves placot. Ide még majd átgondolom. Ide kéne a bort ültetni. Ide kéne a bort ültetni. Itt lenne a bor. Itt meg lenne ilyen izé. Jó nagy hosszú földön lenne minden. A leginkább munkakerülés. Nem tudom még, hogy lehetne ezt megoldani. De az tuti nagy biznisz lenne a fű. Ugye bálázunk az már megvan, tehát gyakorlatilag nagyon sok minden nem is kéne. Te rá tudok csatolni előre? Nem, basszad meg.
szar. Az meg erre se. Éjjjj, Mori, az nem jó. Ezen sincs olyan. Ezen sincs olyan. Miért nincs ezen gyerekek ilyen sárga csatoló elő? Kéne rajta lenni ilyen sárga csatlakozónak, nem? De hátul sincs rajta. Hibb, az meg. Bevásároltál, Ropi. Zubbő Valtrágbú. Hát, nem tudom. De ezen biztos nincsen semmilyen előkimenet. Úgyhogy a füvet azt majd óvatosba kell. Boros pince. Misi, az... Megmutatom én neked, hol a boros pince. Na most nem csinálsz belőlem bolondot. Az mi volt itt? Ott szalad. Ha ez híd, akkor ez alatt van a luk. Ha van a luk, akkor ott a pince. Ott a híd alatt. De nem, hát tényleg ide kell borfődet, ide kell csinálni. Ide csinálunk bort. Ott lesz a fű. Nem tudom, hogy kéne még ezt kiagyalni, de akárhogy nézem a tabellát, vagy mi a faszom ez. Tehát van legalább 6 féle növény, amit ősszel aratunk. Tehát 3 korai aratásunk van, vagy 4. De a legkorábbi az árpa. Júniusba. Ha azt learatod az árpát, akkor le tudnál rakni. Tehát az a baj, hogy itt már nem tudsz átfedésbe, tehát nem tudod az évet úgy kihasználni, hogy az fasza legyen. Tehát mindenféleképpen egy föld, egy szezon. Itt mese nincs, kivéve ha fű. Csak a fűről meg azt kéne tudni, hogy milyen időközönként lehet meggyalulni. Érdekes, érdekes, érdekes. Hol vannak ott a technikai adatok? Van 3 tonna zabunk, meg egy 1,5 tonna repcénk. Hát milliómosok nem leszünk. Milliómosok nem leszünk. Nézd meg az olajretek is. Egész évben szedhető majdnem. És szerintem... Ja, hogy ezeket nem kell ültetni. Gondolom a nyárfá. De nyárfával mit tudsz csinálni te? Hát igen, tudom, ott a rendfokozó, meg szénaforgató, vagy mi az Isten annak a szétforgatónak a neve. De az nem olyan nagy beruházás már egyébként. Tehát akárhogy nézem, nem nagy. Jó, persze, izét most... Oké, hogy van bálázunk, csak ugye silónak nem tudjuk megcsinálni, vagy mi az a fóliás bála. Tehát az is egy érdekes dolog. Srácok, de szerintem az legyen, hogy szedjétek össze majd a gondolatokat. Úgyis ebben a 3 kis földdel fogunk még foglalkozni a következő adásban valószínűleg holnap. Hogy a kukoricát azt le fogjuk aratni. Ezt meg le fogjuk gyalulni a világ végére. Be fogjuk szántani. Lemeszezzük, beszántjuk, meg összeszántjuk a két földet. Ez lesz a következő adásban a procedúra. És kíváncsi vagyok, hogy ti mit hoznátok ki ebből. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit hoznátok még ki ebből. De nagyon. Van, számoljunk úgy, hogy 200 000 kreditet tudunk még költeni, és van 3 darab földünk. Egy kicsi, egy... 3 kicsi. Tehát van 3 kis... Van egy ekkora földünk, ez össze lesz húzva ez a kettő. Van egy hosszú nagy földed. Tehát van 2... közepesen szarfölded, meg van egy nagyon picike. Ti mit hoznátok ki ebből?
Szerintem, és ez most ennyi lesz mára. Nem is tudom már, hogy mióta megyünk. Mindjárt megnézem jól. Mert nekem szét van csúszva most ez az új felületem. Mi a 3 óra? Érzi az öregnek a testemán, hogy 3 órája streamelünk. Én erre elfrissítek, akkor mi fog történni itt vajon? Megmaradt minden? Remélem. Szia Adrián, szia! Hogy megy a kukorica sziltori? Hát nem nagyon fog menni most a kukorica, egyelőre befejezzük. Ma nagyon sok időt elcsesztünk sajnos a vásárlással, meg a tervezgetéssel. Én egyébként állattartásra készültem egyébként titkon. De nyugalom, tehát ki fogom én ebből a 3 földből hozni azt, hogy legalább legyen egy 3 birkánk, 3 tyúkunk, meg 3 mézünk, vagy mézünk, tehát 3 méhecskénk, tehát majd valahogy összehozzuk mi ezt. Az zabasz jó pénz, de szezonális, de bele... De lehet burgony szóló üvegház. Szőlő burgonya, nem tudok írni. Aha. Na, gyerekek, akkor legyen az a úgymond házi feladat a következő adásra. Én remélem, hogy élveztétek, majd látom a számokból, hogy mennyire szerettétek. De biztosan szerettétek. Egyébként én is szeretek farmingozni, pláne, hogyha tudunk interaktívak lenni. Úgyhogy valószínűleg holnap folytatjuk. Kukoricát aratunk, és a ma learatott kis földünket készítjük elő a következő szezonra. Címszó alatt. Úgyhogy, srácok, megkérdeztetem esetleg, hogy milyen konfigurációval játszol. Hát, nagyon röviden i7 legerősebb, 960 meg 16 giga RAM DDR4. És én remélem, hogy élveztétek. Tök jó volt egyébként látni azt, hogy nem csak a vadászat érdekel benneteket, hanem szeretitek ezt a játékot is. Egyébként én meglepődtem egy-két arcon, például Misin is, hogy szereti. Hát majd meglátjuk, jó? Na, srácok, holnap találkozunk. Kellemes jó éjszakát kívánok mindenkinek, és a legközelebbi viszont látásra. Puszi pá!